Köszöntöm a Trio TV nézőit! A Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Képviselőtestületi ülés Bükön döntöttek a szociális otthon felújításáról. Megnyitott Bükön a termelői piac. Házi sonka, kolbász, rétes, szörp és kézműves termékek vásárolhatók. Virágba borult Bükk, még több ezer tő vár kiültetésre. Idegennyelvi hét a Felső Büki Nagypál általános iskolában. Felvidéki szakács és pincértanulók készítettek közös szakácskönyvet a bükiekkel. Parás hangulatú, izgalmas meccset játszottak a hétvégén a BTK kézisei. Kosaras szezonzáró Bükön papírforma győzelemmel és center búcsúztatóval. Ez a mai kínálatunk, kedves nézőink, tartsanak velünk! Hétfőn tartotta munkarendszerinti ülését Bükkváros képviselőtestülete. A napi rendek között döntöttek a dr. Horváth Tibor szociális otthon negyedszerre kiírt közbeszerzésének eredményéről. Elég sokrétű tevékenység volt ez a testület ülés, 14 napi rendi pontot tárgyaltunk a nyílt ülés keretében. Értékeltük a TDM szervezet idény felkészülési tervét, amelynek keretében tájékoztatást adott Pálffy Tamás munkaszervezet vezető úr a számokról, a büki turizmust érintő számokról. 872 ezer vendégészaka volt, ami új rekord Bükön 2017-es évben. A következő napirendi pont szintén részben erről szólt, hogy a szobakiadóknak a magánszálláshelyek minőségfejlesztésére kért pályázatunkon nagy volt az érdeklődés. Tavaly esztendőben 7 millió forintot osztottunk ki, az idei évben 9 millióra emeltük a keretet, de ez sem volt elég, és arról döntött a testület, hogy a jogos plusz igényeket, tehát a határidőre formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat is kifizetjük, ezért megemeltük a 9 milliós keretet további közel 800 ezer forinttal, amivel így minden igényt ki tudunk elégíteni, tehát a támogatási szerződések megköthetők lesznek a nyertes magánszállásadókkal, és így az IFA visszatérítés, IFA felének a visszatérítés esetükben is lehetséges. Döntött a képviselőtestület arról, hogy a szennyvíz agglomeráció bővítéséről már korábban hozott döntéseinket, tehát hogy a büki szennyvíztisztító telep fejlesztésével párhuzamosan több település csoportot bevonunk. A Soproni Vízmű ZRT kérésére ezeket egy határozatba foglaltuk, és ezt elfogadta a testület. A fejlesztésekről, beruházásokról is döntöttünk. Döntöttük többek között arról, hogy a leendő főtér, a ginapos pályázat, tehát gyógyhelyi pályázat keretében megépülő fürdői főtérhez kiépítjük a közműcsatlakozásokat, a vízi közműcsatlakozásokat, illetve a főút átkelési szakaszán a Marx és a Károly utca, illetve a körforgalom között a gázvezeték lesüllyesztéséhez biztosítunk forrást, amit az E-gáz, D-gáz, földgáz művek megold, illetve vitelezheti csak ki. Ehhez a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítottuk. A Városháza Park pályázatának a határidő eltolását kezdeményeztük, illetve fogadtuk el, hiszen a vízi közmű rendszernek a rekonstrukció önerőből elindult, és akkor a parknak a pályázati megvalósítása az így váratlan zajátok bekérése egy kicsit csúsztatható. Igyekszünk minél előbb azt is befejezni, de így ezt így láttuk célszerűnek és kivitelezhetőnek, reálisnak. Támogattuk a Felsőbüki Nagypál általános iskolának a csapatát, amely a csecsemőgondozási versenyen jó helyezést ért el, és Békés Csabára mehet az országos versenyre. Ezúttal is szívből gratulálunk nekik, és az önkormányzati buszterre, az útra rendelkezésre bocsátottuk. Aztán tárgyaltuk az óvodának a honvédelmi intézkedési tervét, ami központi tulajdonképpen rendeletre minden intézménynek meg kell, hogy valósuljon. És a negyedik alkalommal, ez volt a negyedik kör, talán ez volt a legnagyobb horderejű döntés az ülésen, a dr. Horváth Tibor Szociális Központ bővítéséről, felújításáról úgy néz ki. Nem merem elkiabálni, az előző körbe is úgy tűnt, aztán nem lett belőle semmi, hogy most van nyertes a közbeszerzésen, eredményesnek és
tudtuk kihirdetni, és az önkormányzat vállalta ennek a költségeit. A szerződéskötés a közeljövőben megtörténik, és akkor, ha minden jól megy, akkor júliusi részleges, augusztusban pedig teljes munkaterület átadással tud ez a felújítás, bővítés megvalósulni. Lakások műszaki állapota azért sokat javult. Múlt hét pénteken ismét kitárták ablakaikat a bükkfürdői termelői piac faházai. Az idei szezonban is változatos helyi termékeket vásárolhatnak az érdeklődők. Köztük húskészítményekkel, süteményekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel és kézműves termékekkel. Április 20-án hivatalos megnyitóval és kulturális műsorral kezdődött el az idei bükkfürdői termelői piaci szezon az egykori buszállomás területén. A termelői piacon idén is számos helyi és környékbeli őstermelő kézműves kínálja majd portékáit a vásárlóknak. Mai napon nyitottunk, április 20-ával, és egészen október 12-ig lesz nyitva, minden péntek délután, és ez a április-május hónapokban kicsit rövidített nyitvatartással, és aztán a nyári időszakban pedig hosszabb nyitvatartással. Az a lényeg, hogy minden péntek délután itt megtalálhatóak a helyi termelők és a különböző alkalmiárusok is. Milyen jellegű termékeket találhatnak itt a látogatók? Hústermékeket, különböző sajtokat, lekvárokat, mézet, szörpöket, kézműves termékeket, zöldségeket, idén gyümölcsöket, tehát tényleg a kertből szedett friss zöldségeket, gyümölcsöket, tojást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy aki egy hétvégi bevásárlást szeretne megtámogatni egy kis helyi termékkel, az biztos, hogy itt megtalálja mindazt, ami szükséges egy hétvégi finom ebédhez. Helyi termelők, de nem csak bükiek, hanem egész Vas megyéből jöttek a termelők. Honnan érkeztek? Igen, a helyi termelő fogalmába beletartozik, hogy egy 40 kilométeres körzet az, ami tulajdonképpen felölelhető így, mint helyi termék. És így a környező kisebb településekről érkeztek ide a termelőink. Van, aki egészen közelről, a szomszédfaluból, van, aki egy kicsit távolabbról, de az a lényeg, hogy minden héten ide visszatérnek hozzánk. Az idén negyedik szezonját nyitó piac már nem csak helyi attrakció, komoly turisztikai vonzereje lett az évek során. A helyiek mellett az ide látogató magyar és külföldi vendégek egyaránt szívesen válogatnak a termékekből. Az árusok elmondása alapján a visszatérő vendégek már nagyobb tételben vásárolnak az itt létük során. A Bükk-Bükkfürdő Turisztikai Közhasznú Egyesület által életre hívott termelői piac valóban szerves részévé vált a város turisztikai életének. Így a piacnyitó esemény egyben a turisztikai szezon nyitásának is tekinthető. Fontos elemévé vált a helyi védjegy, a bükkfürdői eszencia a termelői piacnak. Több módon is megjelent a márka már tavaly is a termékeken, például csomagolóanyagokon, papírtáskákon. Az idén már hivatalosan bejegyzett védjegyként jelenik meg a bükkfürdői eszencia a piacon. Tavaly már a különböző csomagolóanyagokon megjelenítettük a bükkfürdői eszenciának a márka jelét, és ez egy hosszabb folyamat magának a márka védjegynek a lajstrom alá helyeztetése, de ez most már megtörtént, tehát most már egy védett márka jegy, és igyekszünk minden terméken, amit kapható valamilyen formában megjeleníteni, illetve a következő lépés, amit szeretnénk az idei évben elérni, az, hogy a gasztronómiát is bevonjuk. Ez azt jelenti, hogy a helyi termékeket feldolgozó, illetve az ételekhez valamilyen formában felhasználó vendéglátóhelyekkel szeretnénk megállapodást kötni, és egy matrica formájában a bejáratnál elhelyezni a védjegyet. Ezzel is biztosítva a vendégek számára azt, hogy állandó minőséget, illetve helyi termékeket találnak ott is majd a kínálatban. De nem csak az éttermekben, a város legnagyobb nyári fesztiválján, a gyógybornapokon is megjelenik majd a helyi védjegy. A szervezők tervei szerint ugyanis a gasztroszínpadon a piacon megtalálható termékekből készülnek majd az incsiklandó fogások. Virágba borult Bükk és Bükkfürdő az elmúlt héten.
A most virágzó növényeket ősszel ültették ki a parkon munkatársai, de hamarosan az egynyári virágok is kikerülnek az ágyásokba. Most az ősszel elültetett kétnyári, valamint a hagymás növények ezrei díszítik a város közterületeit, hamarosan elkezdik az egynyári virágok kiültetését is. Emellett jelenleg a fűnyírás jelenti a legnagyobb munkát a parkon dolgozóinak. Jelenleg a város területén a kétnyári virágok és a gumósok díszítenek, amik most árvácskák, és vannak közte belliszek, valamint még ősz folyamán lehetett látni díszkáposztákat is. És közben már megjelentek a hagymás növények is, azok tulipánok, nárciszok és jácintok voltak. A hagymásokból 8000 darabot ültettünk ki körülbelül, a kétnyári virágokból pedig ilyen 12-13 ezer darab került kiültetésre. Most tavasszal milyen munkálatokat végez a parkon a városban? Hát tél végével befejeztük a meccési feladatokat, azt követően pedig a fűnyírás, amelyik nagyon nagy erőbedobást igényel a csapattól, a társaságtól, mert ilyenkor a fű az nagyon gyorsan nő, és igyekeznünk kell, hogy ne nőjön ránk, hogy a város lakossága meg legyen elégedve velünk. Majd pedig május első-második hetébe megkezdődik a virágosítás, ami annyit jelent, hogy ezek a szépen díszítő virágok kikerülnek az ágyásokból, és egynyári virágokkal fogjuk beültetni azokat a területeket, illetve még több területet is, mert az árvácskákkal nem ültetünk be minden területet, mert a főutak mentén a nagy sózást nem bírnák, ezért azt csak egynyárival szoktuk beültetni. Az egynyári növényekből csak nem kétszeres mennyiséget, 25 ezer darabot ültetnek ki. Az ügyvezető elmondta, négyzetméterenként 25 tövet számolnak, és csak nem 1000 négyzetméternyi területre ültetnek majd ezekből a virágokból. De nem csak új dísznövényekkel, hanem kicserélt fákkal is találkozhatnak a bükön sétálgatók. Az ősszel felmérték a szakemberek a faállomány állapotát, akkor derült ki, hogy néhányat ki kell cserélni. Ezekben a hetekben az új cserjék elültetését is elvégzik a parkon munkatársai. De nem csak parkfenntartási munkákkal foglalatoskodnak a cégnél. A cégnek a fő profilja az a parkfenntartás, de természetesen parképítés, temetőkarbantartás, önkormányzati bérlakások üzemeltetésével is foglalkozunk, valamint a közterületeken is vannak olyan feladatok, amelyeket így el szoktunk végezni, mint községgazdálkodás címszóval. Ez alatt a buszmegállók takarítását, valamint a lobogók kihelyezését, illetve a köztisztasági dolgokat értjük. Így, hogy most már profitorientáltá vált a cég, csak Bükkön vállal a parkon feladatokat, vagy esetleg a környező településeken is? Hát a fő munka területünk az Bükk, de szívesen veszük a környékbeli települések megkeresését is, mint parkfenntartási, mint parképítési feladatokban. Csak nem két évtizede szervezi meg a Felsőbükki Nagypál Általános Iskola idegennyelvi munkaközössége az idegennyelvi hetet. Érdekes és tanulságos programokkal kedveskedtek a diákoknak, köztük Klári néni előadásával. Pap Antalné, vagy ahogy mindenki ismeri, Klári néni évtizedeken át oktatta a Felsőbükki Nagypál Általános Iskola diákjait. Nyugdíjba vonulása óta sem szakadt el az intézménytől, többször tartott már előadást skóciai kalandjairól. Az idei idegennyelvi hét keretében az ötödik osztályosoknak fotókkal színesítve mesélt az észak-európai utazásokról. A lányom 9 éve él kinn, az unokáimmal együtt és a férjével, és azóta minden évben egyszer-kétszer megyek meglátogatni őket és segíteni,
és csupa olyan képet, felvételt hoztam, ahol én is jártam. Tehát nem akartam, lehetett volna több száz képet hozni, de csak olyat, amit láttam, és tudok róla valamit. És voltam már itt a Böcskör Kati meghívására, és nagyon élvezték a gyerekek, főleg azért, mert én is átéltem azt, amit a képeken lehet látni. És nagyon szívesen jövök. Most már 10. éve, hogy nyugdíjba mentem ebből az iskolából, ritkán jövök be, de ilyenkor nagy örömmel jövök, és nagyon szívesen mondok a gyerekeknek érdekességeket a skót felföldről és a fővárosról és egyebek. Klári néni mesélt azokról a csodaszép helyekről, ahol járt, a Loch Nessi szörnyről, de beszélt a skótok mentalitásáról, életviteléről is a gyerekeknek. Fölmentünk a felföldre, a Loch Nessi részre, a tóhoz. Ott dolgozott a lányom, ott volt az esküvő is, és ott tudtam meg nagyon sok mindent erről a szörnyről, ami mai napig nem tisztázott, hogy létezik vagy nem létezik. Aztán voltam a múzeumban is, a Loch Nessi szörnyről berendezett múzeumban is. Sok mindenfélét kitaláltak ott a tudósok, az emberek, mindenki, az nagyon nagy élmény volt. És maga a főváros, Edinburgh, ez egy gyönyörű, állítólag a világ legszebb fővárosa, de másodikként biztos, hogy a legszebb, így írják az útleírások. Úgyhogy gyönyörű élmény, és maga az, hogy a skótok nem skótok. A skótok nagyon kedves emberek, biztos, hogy nem költenek feleslegesen, lehet, hogy ezért mondják rájuk, hogy skótok, inkább spórolósak, mint skótok, kedvesek, nyugodtak, rendkívül nyugodt emberek. Ott nincs olyan, hogy beállok a sorba, és ott lökködnek, meg miért nem mész előbbre. A közlekedés nagyon nyugodt, nagyon nyugalmas. Ott nincs, hogy kiabál az autóból, meg beint meg, ahogy szokták. Nagyon-nagyon sok mindenféle érdekességet láttam. Ezt a hajóemelő liftet, ami Stirlingben van, életemben nem láttam olyat, csak működés közben nem láttam, mert télen nem működik. Meg azok a csodálatos várak, amik vannak Skóciában, hát az valami csodálatos. Rengeteg van, rengeteg vár van. És van, amelyikbe be is lehetett menni. Tehát ezek a látnivalók, ez az, ami lenyűgözött engem, és ott mindig minden zöld. Télen, nyáron zöld. Ugye ott nincsenek mínuszok, kivéve az idén, amikor 8 év után hatalmas hóvihar volt. A vőm, aki Dél-Afrikából származik, sose látott havat, mint most az idén, és ilyen még ott nem volt, ilyen időjárás változás. Úgyhogy nagyon rendezettek az utcák, a házak, a parkok. Ott nem lehet látni száraz levelet a télen, ott mindent összegyűjtenek. És amikor nincs más dolga a munkásoknak, akkor télen a bokor alól is előkaparják a száraz levelet. Tehát nekem ez annyira tetszett, ez a tisztaság és az a zöld, hogy télen is zöld, nyáron is zöld, tavasszal is zöld. Nem csak pozitív dolgokat tapasztalt Klári néni Skóciában, az állandó esővel például nem bírt megbarátkozni. Az időjárással nem vagyok kibékülve, én azt nem tudnám ott megszokni, hogy ki akarom vinni az unokámat, gyönyörűen süt a nap, fölöltöztetjük és zuhog az eső. 5 percenként változik az időjárás, ott nincs olyan, hogy na megnézem, hogy holnap milyen idő lesz, megyünk kirándulni, ahogy a lányom szokta egy kicsit a programot előre tervezni, mert ott az eső az mindig beleszól. Ők már megszokták, most már 10. éve vannak kin, úgyhogy őnekik ez nem olyan furcsa, mint nekem. Viszont nem voltam beteg kint. Tehát valószínű, hogy az időjárás meg mégiscsak jó nekem ilyen idősebb korban már, hogy nincs kánikula, meg egyebek. Igaz, hogy gyönyörű tengerpartja van, ott az óceán, nagyon szép, de fürödni nem lehet, mert nagyon-nagyon hideg. Csak nagyon merész, bátor fiatalok mernek belemenni. Úgyhogy úgy tetszik. Meg hát az, hogy ott van a családom egy része, azért megyek minden évben legalább kétszer, megyek, amit tudok. A Büki szakközépiskola a szlovák Hidaskürti magánszakközépiskola diákjait fogadta a múlt héten a Határtalanul pályázati program keretében. A diákok 3 napot töltöttek a Vasi fürdővárosban. Kirándultak a környéken és készítettek egy különleges receptkönyvet. A szlovák Hidaskürti magánszakközépiskola 33 tanulója és 4 tanára érkezett Bükkre, hogy 3 napon át ismerkedjenek a büki iskolával, a diákokkal, a várossal, valamint a környékkel. A szlovák intézményben szintén vendéglátóipari képzés folyik, így sok közös téma akadt a beszélgetések során. Az itt töltött néhány nap alatt maradt idő a szórakozásra is.
A csütörtökön érkeztünk április 19-én, először ide érkeztünk az általános iskolába, ahol megvendégeltek minket az őrség nagyon finom fogásaival. Utána pedig elmentünk a szálláshelyünkre Szombathelyen, egy kollégiumban elfoglaltuk a szállásunkat, és igazándiból egy ilyen kis városnézést iktattunk be még Szombathelyen, megnéztük a főteret, és egy picit a városnak a hangulatát megismertük. Másnap ide érkeztünk vissza az általános iskolába, és innen egy kis vonattal végigvezettek minket a falucskán, egészen Bükkfürdőig, megnéztük a fürdőt, az ottani hotelokat, és utána egy házlátogatáson vettünk részt a Greenfield négy csillagos szállodában, ahol egyrészt megmutatták nekünk a szállodát, ugye a vendéglátóiparos diákjaink megismerkedhettek a szálloda belső életével, megnéztük a szobákat, és másrészt pedig a golfklubot láttuk, és megtanulhatták a golfnak az alapjait, tehát egy ilyen gyors talpaló golf tanfolyamon is részt vehettek, ami nagyon-nagyon tetszett nekik is, meg mi is nagyon élveztük, és igazándiból utána körbejártuk Szombathelyet egy idegenvezető segítségével, és Kőszeget látogattuk meg, úgyhogy nagyon szép és nagyon változatos programjaink voltak. A mai az utolsó nap, mi a mai program? Hát a mai program igazándiból fürdés a Bükkfürdő területén. A diákok egy része az ezt a programot választotta, a többiek, akik pedig nem szeretnének fürödni, ők pedig egy ilyen kisebb biciklitúrán vesznek részt itt a környéken, úgyhogy, és utána pedig indulunk haza Szlovákiára. A látogatásnak voltak előzményei, a két intézmény már korábban felvette a kapcsolatot egymással. 2017-18-as tanévben a szakközépiskolásoknak is lehetőségük nyílott arra, hogy határtalanul pályázzanak, határtalanul megismerjük a környező országok magyar lakta területeit, és iskolánk pályázott erre a lehetőségre, elnyertük, és felvettük a kapcsolatot a Hidaskürti magániskolával, ahol hasonló szakmát tanítanak a gyerekeknek, tehát pincéreket, szakácsokat oktatnak ők is, ahogy mi is, illetve ők még több szakmát is tanítanak, mert hogy ők egy nagyobb iskola. Ősszel a bükki szakközépiskolások jártak a Felvidéken. Akkor a szlovák diákok csallóközi ételekkel kedveskedtek a vendégeknek. A bükki látogatás során pedig ők kóstolhattak őrségi ételeket. A két találkozó eredményeként egy közös receptfüzetet is összeállítottak a diákok. A szeptemberi-októberi történet úgy történt, hogy mi mentünk a Felvidékre meglátogatni ezt az iskolát, illetve megismerkedni a Felvidék gyönyörű területeivel, váraival. Megérkeztünk az iskolába, fogadtak bennünket, és kóstolót, mi szakmánknak megfelelően kóstolót szerveztek nekünk az úgynevezett csallóközi ételekből, amit közösen el is készítettek. És ugye a foglalkozás célja az volt, hogy a végén, amikor Magyarországra visszalátogatnak ők, akkor közösen készítsünk el egy receptgyűjteményt, úgyhogy mi pedig, amikor fogadtuk őket, az őrségi ételeket készítettük el közösen, és ezt kóstoltuk, és a végeredménye, a produktuma, ugye elkészült egy receptfüzet, amiben Hidaskürt, illetve Csallóköz, illetve Bükk környékén az őrségi ételeket szedtük össze egy csokorba, és ezt mindenki ugye hazaviheti magával. Illetve még meg szeretném jegyezni, hogy mivel mi októberben voltunk, és beleesett október 6-a, úgyhogy egy közös koszorúzást is szerveztünk ott az ottani iskolával. A remények szerint a jó kapcsolata jövőben is megmarad a két iskola között, és később újabb látogatásokat szervezhetnek a magyar és a szlovák diákoknak. A Szombathelyi Kézilabdaklub és Akadémia fogadta a büki kézilabdásokat szombaton az egyetem csarnokában. Izgalmas, parás hangulatú mérkőzéssel játszottak kiki meccset a lányok. A Szombathelyi Kézilabdaklub és Akadémia csapata fogadta múlt szombaton a büki TK női kéziseit. A Szombathelyi együttes NB1B-ben játszó csapatának utánpótlása az NB2 középmezőnyében szereplő együttes. A főként 10 évesekből álló gárda egy kicsit megszeppenten kezdett. A Bükk szerzett 3 gólos vezetést az első 3 támadásból, de hamar felzárkózott a hazai csapat. A 6. perc végén már 3-3 volt az eredmény. Maradt a kiegyenlített küzdelem az első félidőben. A szünetre 13-11-es büki vezetéssel mentek a csapatok. A második játék részre nagyot váltott védekezésben az SKK-a, egész pályás letámadással próbálták zavarba hozni a bükieket.
Ennek eredményeként folyamatosan estek a gólok mindkét oldalon, de egyik csapat sem tudott két gólnál nagyobb előnyre szert tenni. A 14. percben 18-18 volt az eredmény. A 21. percben 24-22-re vezetett a Bükk. A 25. percben 25-24 volt a vendégelőny. Két perc volt hátra, amikor 28-26-os vezetésénél emberelőnybe került a Bükk. A parás hangulatú izgalmas mérkőzésen a végén is a Bükkiek örülhettek, 28-26-ra nyerték meg a találkozót. A második félidő közepén is egyenlő volt az eredmény, a vége 2 lett, mi múlott? Mi múlott? Az, hogy a második félidő második felétől hál' Isten belőttük az egyszereinket. Volt egy periódus a második félidő 10.-15. percet állján, amikor zsinórba hagytunk ki 100%-os egyszert. Ha ott azok megvannak, akkor én azt gondolom egyébként, hogy ott meg tudtunk volna egy 3-4 góllal lépni. Nem tudom, mi lett volna akkor. Nyilván talán kicsit nyugodtabban tudtunk volna játszani, de hát a lányok szeretik az izgalmat. Én meg őszülök, de nagyon örülök, hogy nyertünk. A végén, mintha bejött volna egy pár dolog, és talán taktikusabb vagy rutinosabb volt a csapat itt az utolsó pár percben? Hát én úgy gondolom, mindenféleképpen azért rutinosabb volt. Nyilván a fiatal csapat megpróbálta ezt fizikálisan megnyerni ezt a mérkőzést, hogy sok futásra kényszerítettek minket. De hát azt szoktam mondani, hogy kell a futás a kézlabdához, de azért más is kell hozzá. Fura lehetett ennyi egész pályás letámadással játszani, hiszen hogyha 6-6 vagy 5-5 mezőnyjátékos volt a pályán, akkor egész pályás letámadással játszott a második fél időben a hazai csapat. Igen, nehéz volt, hál' Isten azért sikerült könnyű zicsereket lőni. Ugye 2-3 passz után már valaki zicserbe volt. Tehát én úgy gondolnám egyébként, hogy ez nekünk mindenféleképpen kedvezett, főleg az eredmény ismeretében nyugodtan mondhatom ezt. De hát élni kell a lehetőséggel, és hál' Isten azért éltünk vele. A Bükk 3 fordulóval a bajnokság vége előtt a 7. Április 28-án szombaton 17 órakor játszanak otthon a Körmend ellen, majd május 6-án Veszprémben lépnek pályára a Bükkiek. Az utolsó fordulóban május 19-én szintén 17 órától a Sárvári Kinizsit fogadják a Bükki csarnokban. A bajnokság utolsó mérkőzését játszották a Bükki kosarasok a megyei bajnokságban. A Kőszeg csapatát fogadták egy barátságos hangulatú mérkőzésen. A 68-46-ra megnyert meccsen elbúcsúzott a csapat centere. Jelenleg a bajnokságban, az alsóházban játszunk, ott az első helyen vagyunk, ami remek eredmény, 11 győzelem és 1 vereséggel állunk. Még van hátra 2 mérkőzésünk, most jelenleg hazai pályán játszunk a Kőszeg csapat ellen, ők a tabellán 3. helyet foglalják el, és jövő héten meg megyünk idegenbe Szombathelyre mérkőzés játszani a 2. ellen. Ha 20 pontnál kevesebbel kapunk ki, akkor is elsők vagyunk, de természetesen győzelemért játszunk mind a két meccsen, úgyhogy remélem, hogy mind a 2 meccset győzelemmel zárjuk. Milyen volt idén a társaság, mennyit változott az elmúlt időszakban? Azt gondolom, hogyha a tabella ilyen áll valaki, még az alsó házba is, akkor ez egy remek eredmény. Régen volt ilyen jó hangulat csapatszerkezetileg, és kémiában is nagyon jók a játékosok, eredményben is tükröződik. Fiatalabb társaság is jött hozzánk a helybeli fiatalokból, akik az utánpótlását képezik a csapatnak, és reméljük, hogy majd jövőre ők is tudnak szerepelni a bajnokságunkban. Úgyhogy összességében még nincsen vége az évnek, ne kiabáljuk el, de egy nagyon jó, remek évet zárhatunk, ami azért is nagyon szép, mert ugye 20 éves a szakosztály 20. évét töltötte be, és ennek a megünneplésére ez az eredmény, ez nagyon fantasztikus eredmény. Fogtok valahol valamiképpen még ünnepelni? Természetesen. Én úgy gondolom, hogy 20 év után, ami történik, minden nap, minden esemény, minden ajándék, és mindent meg kell ünnepelni. Tehát, hogy azt, hogy most ez a mai mérkőzés, ez megint egy fantasztikus mérkőzés, mert a mi csapatunk ugye 20 éves, a Kőszeg csapata, akivel játszunk, meg 25. Tehát, hogy, és ezért vagyunk csak a megyei bajnokságban mi a második legidősebb, mert a Kőszeg az első, ők 25 éve játszanak, mi 20 éve, és így csak mindig másodikak vagyunk. Azért is fontos a meccs a BTK kosarasainak, mert a jelenlegi felállás hamarosan megváltozik. Lesz egy távozó játékosunk, akit majd reméljük, hogy ide jön az interjúra.
nagyon nagy segítség volt az elmúlt években nekünk, nagyon magasan képzett játékos, és Répszalakon megalakult egy kosárlabda csapat az idei szezonban, és oda hívták, mert ő répszalaki játékos, és ő el fog menni, és jövőre a saját csapatát fogja gazdagítani, és ott fogja a sikereket elérni velük, reméljük, hogy sikeresebbek lesznek mind az idei évben. Ezt a szintet, amit jelenleg tartani szeretnénk, ahhoz mindenképpen az kell, hogy még egy játékos kellene majd pótolni a távozó Norbi helyére, aki elmegy, és őnek nagyon szépen köszönjük a segítséget. Őnek így a helyére mindenképpen, mert ő egy nagyon meghatározó játékos volt a csapat szerkezetében. A BTK csapata nehezen vesz búcsút a játékostól, de a center úgy döntött, hogy hazai pályán próbálja erősíteni az új alakult Répszalakot. Nagyon nehéz volt meghoznom ezt a döntést, mert egy nagyon jó társaságba kerültem, és hát sokat morfondíroztam a dolgon, de a répszalakiak, hát úgy, mint ugye répszalaki is vagyok, ott is élek jelenleg is, és már hiányzik nekik a segítségem, meg a baráti kör, minden, ugye, hát, és mondtam a srácoknak, hogy egy évet adok, hogy őket meglássam, hogy mégis azért bírják-e ezt a városi bajnokságot, nem oszlik-e föl a csapat. És hát több-kevesebb sikerrel a répszalki csapat elindult ebbe a bajnokságba. Hát jelenleg még a mai napon kívül nem sikerült nekik egy meccset se nyerni, de remélem a jövőben hát én általam, és még talán sikerül egy-két embert igazolnunk Répszalakra, megindulunk az emelkedő felfelé. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha lemaradtak, műsorainkat megnézhetik interneten is, a www.triotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen is. Viszontlátásra!